Ne már, ne, Dávid, figyelj, ne, most nem szórakozol velem, ugye? Mindig az van, hogy jó apám, után megyünk mindannyian, tehát hogy ő a családban a főnök. Egyszer csináltam izé mikróba a virslit. Úgy döntöttünk, hogy ma egy speciális szerepcsere legyen. Ugyanolyan rossz, akkor az enyém a jó lesz. Figyelj, az lenne az igazi kihívás, hogy az egészet egyszerre. Megkockáztatod abba? Miért a ház is? Nem baj, a popcorn volt. A mi kis családunk. Szerepcsere odahaza. Minden család életében akadnak kihívások és megoldásra váró feladatok. Csak rajtunk múlik, hogyan birkózunk meg velük. Sorozatunkban a családok arra vállalkoznak, hogy egy napra szerepet cserélnek, és egymás bőrébe bújva maguk keresik a megoldást. Egy család, egy dilemma, egy megoldás. A mi kis családunk. Szerepcsere odahaza. A Víg család! Víg István vagyok, márciusban leszek 49 éves, 25 éve, 1996 óta vadvízjelzéssel foglalkozom, gyakorlatilag ez az egész életem. Pistit én úgy ismertem meg, hogy befizetett egy a barátaink közül egy páros raftingra. Nem voltam egy éves, amikor először vittek a vízre Szlovéniában. Ugye nagyon sokáig kint éltünk Szlovéniában, és hát tulajdonképpen én le tudnék vinni egy túrát. Hát amit csinálunk, ugye a maga vadvízjelezés szerintem ez egy igen extrém sportnak mondható. Én nagyon kiskorom óta csinálom én is ezt az egész vadvízjelezést. A megélhetésemet is ezt biztosítja, tehát hogy ez egy 25 éve menő vállalkozás, ez a rafting, és tehát hogy azért örülök, sok mindent köszönhetek neki. Tetoválással foglalkozok, és tetováló vagyok. Imádok ilyen vízesésekbe ugrálni. Azt jobban szeretem egyébként, mint evezni, azt megmondom őszintén, mert az evezés az azért elég kemény munka. Amit szeretek, az az, hogy nagyon sokat utazunk, és ezt imádom. Mi családunkban, ami a legklasszabb, az, hogy mindenki rugalmas. Tehát ez az, ami így kialakult, az hogy tényleg bárhová 5 perc alatt el lehet velük indulni. A szüleimben azt szeretem, hogy tulajdonképpen nem nagyon tiltanak meg tőlem semmit. Nagyon lazáket érem, viszont én se élek vissza ez a bizalommal. Mindig számíthatok rájuk, a gyerekemre is, a feleségemre is, tehát tolerálják azt, amit csinálok, és gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy mindig is mellettem állnak, mindig is mellettem álltak. Nagyon jól össze tudunk dolgozni, és nem csak a munka során. Nem igazán egy hétköznapi család vagyunk. Már 7 országban 12 helyszínen szervezünk túrákat, úgyhogy a feladatok is eléggé megnőttek ezáltal, rengeteg helyre kell mennünk, úgyhogy az egész családom kénytelen besegíteni ebbe az egészbe. A raftingban a kiszámíthatatlanság a legrosszabb. Hogy bármikor megszólalhat a telefon, hogy kell menni, segíteni kell, meg minden, és nyilván ki fogok menni segíteni, meg nyilván fogok neki segíteni, mert ez a baj egyedül néha ezt nagyon nem bírja már. Iszonyatosan húzós, nagyon keveset alszunk és nagyon keveset megyünk, kevés idő maradt pihenésre. És gyakorlatilag ugye együtt vagyunk folyamatosan, de én általában idegbeteg vagyok. Néha úgy érzem, hogy egy nappal se bírnám tovább, néha meg úgy, hogy ez teljesen tök jó. És azért főszezonban nyáron rengetegszer van olyan, hogy bizony a 30-31 napból 20-25 nap van túra. Volt már, hogy 4 péntekem is kiesett sorba, és ugye akkor az iskola miatt az elég nehéz volt, hogy akkor most mikor írja meg a dolgozatokat. Péntek hajnalba indulunk, és vasárnap olyan éjfél körül, hogyha nagyon elhúzódik a túra, akkor hajnali 2-kor jövünk haza.
A konzervet azt nem nagyon szokták szeretni, és ugye amikor azt kell lenni mondjuk napokig, mert nem tudunk fölmenni boltba a völgyből, hát akkor szokott lenni azért némi cirkusz. Ebből élünk mindannyian. Tehát igazából elhangzott 49 éves vagyok, tehát igaz, nekem sincs választásom, most nem menjek el egy munkahelyre dolgozni, hova, mit csináljak, tehát nem értek semmi ehhez, értek. Úgy készüljetek, hogy a jövő héten, az utána való héten, sőt, ha minden jól megy, még november első hetében is megyünk túrázni. Nem ám, már megint! Az van, hogy jó apám, után megyünk mindannyian, tehát hogy ő a családban a főnök, ő a családnak a feje, ő mondja meg, hogy ki mit hogy, ki mit csinál. Most ide figyelj, édesfiam, tehát addig, amíg ugye pénzre van szükség, addig kénytelen majd nekem segíteni, tehát ezzel nem tudok mit csinálni. Az életünk az nagyjából úgy néz ki, mint a körhintásnak, új kör, új beszállás. Azért ültünk ma össze, hogy legyen egy kis mozgásterünk, és a Pisti egy picit kilazuljon, meg egy kicsit rugalmasabb legyen, és hogy egy picit lássa a család többi tagjának a szemszögéből a dolgokat. Mit szólna, apa, hogyha a mai napot azt így együtt töltenénk, és most te jönnél utánunk, mert eddig mindig mi mentünk utánad. Kislányom, ennek nem tudok ellenmondani, tudod. Neked bármi. Ennek az egésznek az lett volna a célja, hogy közelebb kerüljünk az egészből, meg hogy jó apámat egy picit kiszakítsuk abból, hogy folyamatosan munka, munka, munka. Ugyanúgy kellenének ilyen közös programok, ahol lazítunk, kikapcsolódunk, és nem állandóan a telefonjával, meg a vendégekkel foglalkozna, hanem mondjuk velünk. Apa, mi lenne, ha egy napra szerepet cserélnénk, és te élnéd meg azt, amit mi, és fordítva? Részemről nem, de kinek a bőrébe bújjak? Efécsúlapakolás nem lesz. Jó. Mindenki éve. Rendben van. A kedvetekért megpróbálom. Kezd velem akkor, mert én vagyok a legközelebb hozzád. Ez a logika. Legyen így. Úgyhogy úgyis folyton idegeskedsz, meg hasonló. Próbáljunk meg lazulni. Elmegyünk valahova. Ahol valamit csinálunk valahogyan. Megígértem nekik, hogy ezt a napot rájuk szánom mindenféleképpen, ezért egy ilyen szerepcserés történetet kitalált a családom. Ők persze már ezt nagyon jól megbeszélték egymás közt, engem meglepetésként fog érni ez az egész történet, meglátjuk, kíváncsi leszek a reakciójukra. Egy különleges szerepcserét találtunk ki, ahol nem apa tempója szerint fogunk menni, hanem ahogy mi diktáljuk, és azokat a feladatokat kell végrehajtani, amit mi szeretnénk. Igazából, amit most csinálni fogunk, az a tai chi lesz. Tai chi? Ne. Ez egy ilyen relaxálós kínai. Az, amit ott a kínaiak is szoktak csinálni. Jézus Mária, nem mondod komolyan. De. Nem már. Nagyon szeretek különböző kultúrákkal ismerkedni, főleg keleti kultúrákkal. Jó, oké, rendben. Rendben, csak... Na jó, oké, de most akkor mit kell csinálnom? Először nagyon zavart volt, tehát hogy nagyon kimozdult a komfortzónájából, tehát ez látszódott rajta. Akkor álljunk, kiindulási helyzetbe. Az ez jelenti, kis terpeszállás? Hogy válszélességbe állsz, párhuzamosak a lábfejek. Igen. Térdeket megfeszíted, ellazítod, tehát laza. Igen. Kinyújtod az ízületeidet, középsúlyok hozzáérnek a combhoz. Igen, figyelek. Lejted a válladat, felkar, könyök. Alkar, csukló, tenyerek, ujjak. A nyáron tényleg nagyon-nagyon aggódok érte, hogy egyszer ebből baj lesz, mert nyáron nagyon-nagyon sok rajta a stressz. Próbálja meg, megpróbáltam csak a mozgásra koncentrálni. Szerinted hogy érzed? Hát figyelj, különben nem, teljesen jó volt, de most komolyan mondom, ez tényleg ilyen én tudom a tökéletes megoldást, a napi cigi helyett ezt csinálom. Jó, oké, persze, rendben van. Az első tapasztalatom és amit az István mozgásából láttam, hogy ő képes erre a koordinációra, és képes arra az ellazulásra, amire valójában igazából szüksége lenne. Érezhető volt rajta, hogy nyugodtabb lett, úgyhogy szerintem én ezzel elértem a célomat. Most szerintem ez lesz a legmeglepőbb és legteljesebb szerepcsere. Remélem, tehát, nem kell főznem. Hát figyelj,
a remény hal meg utoljára. Most az a rész következik, ahol én érzem jól magam. Szeretném őt meglepni ezzel a speciális, autentikus balkáni főzéssel, és kíváncsi vagyok, hogy ő ehhez mit szól. Sőt, erre én is nagyon kíváncsi vagyok, mert ez nekem egy örök szerelem. Csináltam mikróba a virslit. Legjobb. Tehát látom. Nagyjából ezzel kiismerült a... Oké, és akkor ezt most meg kell fogni? Lehet, hogy furcsán hangzik. De azt teszem, amit elintesznek. Mondjátok, mert tök jó, hogy már megint érzünk. Csehapad meg, jó? Csehapad, az nagyon jó lesz. Én sütöm. Már egyszer kipróbálom. Érdekes volt jó apámat a konyhában látni a késsel és a paradicsommal, és nagyon-nagyon... Tehát, hogy vicces volt kívülről, nagyon-nagyon viccesen nézett ki, tehát hogy ez az, amire az életemben nem gondoltam volna, hogy ezt még fogom látni egyszer valaha is. Hogy álltok? Figyelj, haladó, nagyon jó, most vágom a paradicsomot, csak próbálom az ujjamat nem belevágni, mert azt szerintem nem fog ízleni senkinek, de... Ide a másik. Tessék, segítsek valamit. Ja, figyelj, megoldom. Ilyenkor, amikor picit zavarba van, vagy pedig kicsit hátányba érzi magát, akkor még inkább úgy a kezébe veszi az irányítást. Ő semmiről nem ismerné be soha, hogy ő ahhoz nem. Beléptem, és konkrétan azt láttam, hogy apa dirigál valamit anyának, holott az lenne a lényeg, hogy ő főzzön. És igen. Mit szólnál ahhoz, hogyha lenne egy éttermünk, egy mondjuk balkáni ízekkel, és én lennék a góri, és te dolgoznál a kezem nem. alá? A góri lesz, nyugodtan én csak kajánni járnék hát, be, tehát ennyi, úgyhogy figyelj, igen. Tehát most hogy dolgozok a kezed is. Alá? Hát én is mindig veled dolgozom a raftingon, én leviszem a kocsit, mosom a ruhákat, etetem a gyerekeket. Az addig rendben van, de a főműsort én adom elő, a háttérmunkát pedig te. Ezt ki kell, hogy próbáljátok nekem, srácok. Kivéve meglátjátok, húst, mi lesz. Reklamációt nem fogadok el. A paradicsom az jónak tűnik. Abban mennyit csináltál te és mennyit anya? Ezt én csináltam. Illetve, de hát tényleg, nem hiszed el? Most... Tökéletesen átjött számomra az az üzenet, hogy mégis elvárt szeretett volna a kedves feleségem itt ezzel kapcsolatban, és nagyon-nagyon tetszett is a pult másik oldalán állom, de én úgy gondolom, hogy tovább jön is ezt meghagyom neki, tehát a szerető gondoskodását. Én nagyon remélem, hogy ez neki átjött, úgyhogy hogy ez későbbiekben a mi programjainkban is hasznosítható lesz, hogy egy kicsit, hogy mondjam, empátiával áll hozzám is, meg ezekhez a programokhoz, ami... Apa sehogy nem segített, azért lett finom. Igen, de azt gondolja, ezt már előre elkezdődik, hogy Tina csinált mindent. Apátok átvette a helyet a konyhába. István próbált segíteni. Készítettünk néhány klassz ételt. Azt hiszem élvezte, főleg, hogy korábban sosem csinált ilyesmit. Azt mondta, hogy a konyhába nem nagyon van otthon, max egy kaját tud megmelegíteni a mikróban. Mi most hamisítatlan balkáni húsokat grillesztünk. Na, a szerepcserének a mostani része az rám fog esni, úgyhogy kíváncsi vagy, hogy mi lesz? Nem kicsit. Benned azért bízom. Így van. Szerintem tetszeni fog. Olyan, hát szabad ilyet mondani, hogy olyan hülye vagy, mint szoktál lenni, akkor nem lesz semmi. Az a baj, hogy nagyon ritkán vagyunk együtt itt családilag. Általában akkor vagyunk együtt, amikor melózunk. Hallom, hogy te nagyon szeretsz festeni, rajzolni. Szoktam néha. És akkor most egy ilyen közös délután fogtok velünk eltölteni, egy nagyon-nagyon izgalmas technikát fogtok kipróbálni majd Dórival. Én azt találtam ki, hogy menjünk el és fessünk valamit közösen. Mindegy, hogy mit, mindegy, hogy milyen stílusban, teljesen lényegtelen, csak hogy csináljuk együtt. Van egy kép, amin láthatjátok, hogy nagyjából milyen lesz az alkotásotok, de lehet rajta változtatni, amit csak szeretnétek. Igazából a festéket folyatni fogjuk és terelni fogjuk a vászon. Egyszer lehet, hogy sokat fog érni. Felvettük a gumikesztyűt, és a festéket, amit ráfolyattunk a vászonra, azt húztuk ide-oda. A színekkel összekeverve, egyik szint a másikba. És apa azon kívül, hogy leugrottunk a Jancsi bácsi ivójából azon kívül. Volt-e bármi más közös program? Persze, együtt melóztunk kint Csehországban, nem emlékszel? Ja, de tényleg. Igazából az a sörözés volt előtte, szerintem hónapokig nem is voltunk így együtt, úgyhogy... De telefonon mindig szoktunk beszélni. Szia Kristóf, hello, nyújság, hello apa, figyelj, felugranék egy kis lóvéért. Jó volt, hogy eltöltöttek egy közös időt.
Próbáljátok ki a szívószálat is. Ó, a szívó, a szívószál. Köszönjük. Abszolút megfeledkeztünk, igen, hogy itt milyen finom technikája van ennek az egésznek. Nagyon meglepő volt, hogy a fiúk ennyire bátrak voltak, de tényleg úgy láttam, hogy a megadott színeken kívül is ki akartak próbálni valami mást, és nagyon jól sikerült, amit csináltak. Szerintem nagyon nagy volt a harmónia, de ez a képeken is látszik. Egyáltalán fel sem tűnik, hogy ezt egy másik ember folytatta volna. Én már látom a jövőképet. Lábaddal tárcsizol, közben kézzel főzöl, sütsz meg hasonló, és szívószállal meg közben csinálsz festőhinyeket. Elvitt egy kicsit a saját világába, ami neki nagyon-nagyon tetszik, amit én kívülről így szoktam látni, de igazából értékelni nem tudom. Így most egy picit átértékeltem a dolgokat, és így is megnéztem, hogy mégis mi lehet ebbe nagyon-nagyon jó. Megmondom őszintén, hogy arra a kis időre, amíg ezt a képet készítettem, teljesen jól éreztem magam. Bár az biztos, hogy festőművészem leszek. Ki fog kerülni valahova a falra, teljesen biztos vagyok benne. Ma azt csinálod, amit én szeretnék, és én nagyon-nagyon hiányolom ezeket a közös családi programokat, úgyhogy kitaláltam, hogy majd egy társas játékkal fogunk játszani. Igen. Mit szólsz hozzá? Szóhoz sem jutok, játszunk társas játékkal, de lesz benne csavar, gondolom. Hát persze, hogy lesz. Az a cél, hogy győzünk, hogy veszítünk, hanem hogy eltöltsünk együtt egy kis időt. És azt arra szállom, hogy apáik, illetve a bátyáim kicsit kikapcsolódjanak. Mindnyájan pörgetünk, ugye egyesével pörgetünk, és itt kijönnek ilyen ízek. Ugye ilyen különböző cukorkák vannak benne. Mindegyik ilyen cukorkának kétfajta íze lehet. Az egyik, az egy pozitív íz, ugye az egy jó íz, a másik pedig eléggé, hogy is mondjam, kellemetlen. Tiszta Harry Potter. Igen, kb. Olyan. És hát szerintem akkor kezdjük a Dávid dobjál most. Nem tudtam. Ezt ide érzem, hogy ezt kigyakorja. A húgomat nagyon-nagyon szeretem a családba. Nagyon aranyos, nagyon jól kijövök vele, de mindig tudtam, hogy egy igazi kis szenyat. Ez vagy zárt tojás, vagy pedig vajas popcorn. És szerintem ez az. Az az, igen. Mármint a vajas popcorn, vagy a zárt tojás. Hát mit tudom én, majd kitaláljad a Kristóf. Nem a vajas popcorn. Hogy hihet erre? Nem, szerintem utálja a vajas popcorn. Ennyire rossz a vajas popcorn, Kristóf. Kristóf, hogy ízlett a vajas popcorn? Zseniális, fúj. Tetszik a társas játék? Hát ezt még mindig érzem a számból, ez borzasztó. Nem tudtam, hogy milyen íze van az zárt tojásnak, és nem is akartam volna kipróbálni. Borzalmas volt, tehát hogy borzasztó. Banán, vagy pedig egy ceruzának a lehegyezett az lesz az, része. Az lesz az. Ez nem hangzik annyira rosszul együtt. Hát, nagyon rossz. Úgy látom, anyádnak ez annyira nem jött be. Ez a zöld legyen, az a zöld, az ne, van. Az az, amit kivettél, ne nyomkálj, mert ugye ezt nem szoktuk visszarakni, amit már. Tehát ha valaki egy furcsa fejet vág, megütötted a fönyörényt. Már tudtad, hogy rosszat tett. Húztam döglött halat, húztam minyon pukit, húztam zárt tojást, és azt hiszem, hogy ennyit. És a legrosszabb az a döglött hal volt. Az katasztrofális volt az íz. Ami az első harapásra még nem érzed az ízt. Nem értettem, hogy a többieknek mi volt ebbe az egészben annyira rossz, míg rá nem haraptam én is egy, hát nem is tudom milyen hányás ízűre, ha szabad ezt mondani így. Ott azért, hogy is mondjam, egy picit átértékeltem az egészet, mondom. Ez ugyanolyan rossz, akkor az enyém a jó lesz. Figyelj, az lenne az igazi kihívás, hogy az egészet egyszerre. Megkockáztatod abba? Yes! Nem baj, a popcorn volt. Az egészben az volt a legjobb, hogy tehát mindenki röhögött őszintén. Szóval nagyon régen voltunk így együtt, és nekem nagyon tetszett, és nagyon szeretném, hogyha több ilyen lenne. Nagyon-nagyon jól éreztem magam.
melyik program kinek tetszett a legjobban? Az, hogy nagyon-nagyon régóta most először volt együtt úgy a család, hogy gyakorlatilag mindannyian órákig együtt közösen elmenni. Nem az, hogy ha össze is ugrottunk egy kajára vagy egy fél órára, akkor egyik ide, más oda, a harmadik már amoda rohan. Többi, ezt tényleg komolyan mondom, tehát egy full közösségi program volt, amiben évek óta nem volt részem. Ha havi szinten legalább egyszer-kétszer be lehetne ilyet iktatni, szerintem sokkal jobban telne mindenki hónapja. Határozottan több lesz az ilyen családi program, viszont nyáron szerintem apa ugyanúgy vissza fog menni a munkájához. Azt el tudod-e képzelni a mai nap végén, hogy egy kicsit másabbul állnál hozzá a szürke hétköznapokhoz is? Ezt nem várja el senki, hogy a Balkánon bárki kizavarja a konyhából a tüzelet. Elég, csak hogy egy kicsit ilyen lazábban és jókedvűen, és tényleg nem úgy rágörcsölve a hát igen, csak ugye az a baj, hogy most ha teljesen őszinte akarok lenni, tehát igazából tehát én már nem fogok változni, mint ahogy te sem. Tehát megígérhetem nektek, megígértem, sőt nagyon-nagyon szeretném is különben, csak egész egyszerűen ismerve önmagamat, és nem hazudni nektek. Nehéz lesz, nehéz lesz. Sokáig fogunk emlékezni erre a napra, tehát ez nagyon-nagyon jó. És hát remélem, hogy kitalálnak még valami ürültséget hamarosan. Én bevő vagyok rá, de az az igazság, hogy szerintem nekik kell a kezdő lépést megtenni. Nekem mondjuk az volt ebből a tanulság, hogy bármilyen hülyén közhelyszerűen hangzik, hogy az összes közös program fejben dől el. Csak az kell, hogy a Tinácska leteszi arra két órára a könyvet, Dávid a számítógépet, Kristóf átjön, és akkor ezek, mert tehát ez nem annyira lehetetlen, mint amilyennek. Igen, ennyi. Tehát kifogást, azt többet szoktunk találni, mint... Gyakorlatilag én egy robot vagyok, aki megy előre, és egyszerűen ha kirángatnak, kirángatnak, ha nem, nem. Szerintem határozott anyával is közel kerültem, vagy hát több időt töltöttem. Annak a drazsénak az íze az volt a legösszehozóbb, meg összetartóbb erő, azt azóta se felejtette el senki, tehát elég csak azt mondani. Igen, ez katasztrofális volt valóban. Igen, az tényleg az emberiség elleni büntet, aki ilyet gyártott. Ó, a kutyakaja. A borzalmat. Rá gondolok, még mindig kijön az ebéd. Évek óta nem voltam ilyen jól el a családommal, ennyi időn keresztül, tehát órákon, azon az egy napon keresztül. Privátban, mikor voltunk így együtt, szerintem még soha. Szokatlan volt, úgyhogy mind a két testvérem ott volt, anyám is, apám is, mindenki, tehát nagyon-nagyon szokatlan volt, nagyon-nagyon fura volt. Igazából még az is lehet, hogy meg tudnánk szokni a másikat, meg el is tudnánk viselni egymást úgy hosszú távon is. Hogyha hasonlóan jó programok vannak feltéve, persze. Ismerem már annyira önmagamat, hogy amikor itthon vagyok és így leállok mindennel, akkor elég nehéz megmozdítani. Hát bízom benne, hogy sikerülni fog nekik. Szerintem mindenképpen volt értelme ennek a szerepcserés napnak, ugyanis apa sokkal nyugodtabb lett, illetve belátta, hogy több családi program kéne. Én nyitott vagyok mindenre, talán most időm is lesz egy kicsi, csak szervezzétek meg nekem. Tehát azt hiába is várjuk, hogy esetleg te szervezel nekünk valami hasonló. Majd megpróbálom összeszedni magam. Igen, igen. Mindhárman közel kerültünk egymáshoz, és nagyon szeretném, hogyha többet találkoznánk. Ha nektek is akad megoldásra váró kihívás az életetekben, és kíváncsiak vagytok, milyen lehet a másik bőrébe bújni, jelentkezzetek műsorunkba a képen látható e-mail címen. A mi kis családunk @lifetv.hu.